Bernát Zoltán éppen a legutóbbi könyvét dedikálja, melyet tavaly 99 évesen publikált. Az egykori tüzér, majd későbbi bíró minden írásában nagy hangsúlyt fektet a magyar nép szeretetére, a magyarság tudatra és a vidéki parasztok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye életére. A megyei önkormányzat bronz emlékéremmel köszöntötte fel 100. születésnapja alkalmából. Bernát Zoltánnak a lakásán vagyunk, és a 100. születésnapját ünnepeljük, és ebből az apropóból a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak a bronz emlékérmét adományoztuk dr. Bernát Zoltán bácsinak, és ezzel is elismerve azt az életutat, azt a 100 évet, amelyet ő képviselt, azt a egyenességet, azt az igazságosságot, azt a becsületességet, amelyet ez alatt az idő alatt tanított másoknak is, és amelyet ő is egész életében úgymond viselt magán. És azt hiszem, hogy nagyon büszkének kell lenni rá, hiszen ő megyénk elszármazottja, nyíregyházi lakos, akihez fűződik például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei öreg diákok klubjának a létrehozása és megalapítása. Bernát Zoltánt a megyei levéltár és a József András Múzeum közösen köszöntött a születésnapja alkalmából. 2015-től a levéltár kezeli Zoli bácsi írásos emlékeit. Az elmúlt évben kaptam egy telefonhívást dr. Bernát Zoltántól Budapestről, aki felajánlotta az ő családi iratait a levéltárnak. És mikor megérkeztünk ide Zoli bácsihoz, akkor lepődtünk meg igazán, hiszen Zoli bácsi akkor volt 99 éves, és hihetetlen energiával, szellemi frissességgel, emlékező képességgel mesélte el nekünk az ő életét, és adta át a levéltárnak a családi iratait, az ő szépirodalmi munkáit, illetve a háborús iratait. Bernát Zoltán a 100. születésnapja alkalmából állami elismerést is kapott a munkásságáért. A parlamentben Semjén Zsolt adta át a Magyar Arany érdemrendet, amelyet a életpályámért kaptam. Megmondom őszintén, hogy talán túlzás volt, hogy ilyen nagy kitüntetést kapjak, mint ahogy túlzás az a csodálatos gazdagság, amivel a Budapestre feljött Nyíregyháza múzeum levéltár jelentkezett. Ennyit nem érdemlek meg.